Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy teli hold január 7-én. Amikor egy teli hold van, akkor a nap és a hold szemben áll. A nap megvilágítja a holdat, láthatóvá teszi ezt számunkra. Ennek van egy energiai hatása is, amikor ez a teli hold megvilágít valamit az élet utunkon, láthatóvá tesz valamit. És akkor tudjuk azt, hogy milyen irányba kell, hogy tekintsünk, vagy mi áll a középpontban, mi fontos számunkra. A hold az ikrek jegyében van, a nap pedig az indiai számítás szerint a nyilas jegyében. Mindkét jegy a mozgással áll összefüggésben. A hold az ikrek jegyében utal a kommunikációra, a tudásra, a továbbképzésre, a kapcsolatokra, a mozgásra, és a nap a nyilas jegyében utalhat utazásokra, a külföldi kapcsolatokra, vagy internet kapcsolatokra, de ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, mert ebbe az irányba szeretnél tekinteni. Uránusz bolygó jó hatással van a holdra, Uránusz bolygó jó hatással van a napra is. És mivel megvan a kapcsolat a hold és Uránusz bolygó között, a nap és Uránusz bolygó között, itt lesznek változások, meglepetések, vagy lesz egy új irány, egy új kezdet. Változások a munkát illetően, vagy a lakhelyet illetően, ez lehet egy költözködés is, vagy valamit szeretnétek változtatni a párkapcsolat területén. Uránusz bolygó hatása alatt lehet egy meglepetés is, egy ajándék, mert valaki meglep téged, vagy egy látogatás, amire nem számítottál, ez is lehetséges. Merkur bolygó a nap közelében van, mondhatnám azt is, hogy együtt hatnak, a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, szerződésekről, kommunikációról, tehát ennél a teli holdnál ez a fő téma, kapcsolatok, utazások, változások, szerződések, és a szerelmi élet területén a kommunikáció az most nagyon fontos, hogy érzelmekről beszéljetek, vagy a jövőt tervezzétek együtt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!